Nos, üdvözlök mindenkit ebben a mai Alicia online videóban, amiben egy szokatlan dolgot fogom megnézni, de amennyire szokatlan, annyira jó is, és én nagyon hyped vagyok ezzel kapcsolatban. Szóval, valószínűleg a thumbnail alapján már kiderítettétek, hogy a lovak farkát be tudjuk fonni! Jipi! Szóval ezt fogjuk megnézni, hogy azt is kell megcsinálni, és hogy is néz ki. Szóval, ja. Na, itt is vannak a lovaim, úgyhogy hogy is kell ezt az egészet egyáltalán megcsinálni. Na már most, aki nem olvasta, akkor ez itt megteheti. Ugye itt leírják konkrétan, hogy miről szól, hogy szól, ugye ez az egész angol, de azt hiszem van egy Alicia online Facebook oldal is. Ha megtalálom, akkor belinkelem a videó alján, és akkor el tudjátok olvasni magyarul is. De igazából az az egész arról szól, hogy megoldották azt, hogy a lovak farkát be tudjuk braidelni, ami egy annyira jól néz ki, én annyira szerelmes lettem ebbe, főleg amiatt, ahogy megoldották, de ne haladjunk túl előre. Szóval, ja, nézzük is meg őket. Szóval, hogy tudod bebraidelni a farkát, hogy tudod befonatni a farkát? Szóval a ranch chatbe be kell írni, hogy tél, mint láthatjátok, én már beírtam, de itt van, hogy jel, ugye egy perjel, tél, és enter. Én nem fogom enterelni, mert különben visszaváltja normálisra, és akkor itt láthatjátok, hogy a system kiírja, hogy át lett változtatva a sima fonatra, és hogyha váltatok szobát, amit most meg is teszek, menjünk mondjuk ide, akkor voilà! A lovatok farka be lesz fonva, és ez annyira, de annyira menőre sikerült. Nekem annyira tetszik, nem tudom ki, hogy van vele. Szóval, amint látjátok, a lófarkának ugyanúgy megmarad a fizikája, tehát hogyha itt most én elkezdek össze-vissza dash-elni, meg slide-olni, a lónak a farka ugyanúgy, mint eddig ezt a fizikumot megtartott, amit nagyon menő szerintem, és annyira imádom ezt az egy dolgot az Alicia-ban, hogy a lófarkának külön nem animációja van, hanem egy saját önálló élete van, ahogy mondhatom. Tehát, hogy alkalmazkodik a lónak a mozgásához. És ugye a fonat is ugyanezt csinálja, mondjuk itt felül talán egy picikét jobban odaragad a lóhoz, de szerintem a sima farok is ugyanezt csinálja, most így hirtelen nem jut eszembe. Na de, miért olyan nagy szó ez, meg miért vagyok ennyire odaérte? Nos, amiatt is, mert egy tökre szépen néz ki, és iszonyatosan aranyos. A második az, hogy alkalmazkodik a lovatok farkához, mint a farok típushoz. Tehát itt ezt kell értem, hogy dúsaságához és hosszához is. Szóval akkor ugye Vénusznak ez a normális farok típus. És itt mondjuk Harambénak már egy dús farka van. És ez már sokkal vaskosabb lesz, ide teszem a kettő képet. Szóval annyira, de annyira menő, és ami még jobb, ugye a hullámos sörény, farok, bocsánat, a hullámos farok ugye az alapvetően dúsabb kinézetet szolgál. Így ez a legdúsabb. Oh, nézzétek meg azt a dússágot. Én ezt nem hiszem, mert annyira jól néz ki, és ilyen kis loknisabb, sokkal jobban kijönnek a szálak. Annyira menően néz ki, én ezt nem tudom nektek elmondani. Annyira, de annyira tetszik. Na de nézzük. És ugye amit mondtam, hogy mind a dúsaságához és mind a hosszúsághoz. Szóval például itt van Galaxy, neki azt hiszem long thin. Úgyhogy ez ugyanolyan hosszúságú lesz, mint ami a Vénusznak van, csak talán egy kicsikét kevésbé dús. Ha jól emlékszem. Nem tudom, őszintén nem tudom megállapítani a különbséget. Mindegy, a lényeg az, hogy ugye van még ettől függetlenül a long thin-től van még rövidebb farok is. Mint például a cropped, amit nagyon sokan nem szeretnek velem együttvéve, én sem szeretem, viszont így a lovatoknak egy iszonyatosan aranyos kis rövid fonatot lesz. Fonatot fog kapni konkrétan, és annyira szerelmes vagyok ebbe, annyira kibaszott cuki. El nem tudom mondani nektek, hogy mennyire. És nézzétek, hogy ez a kis befont farkacska ott lobog a szélben. Nem bírom. Iszonyatosan aranyos, és nekem nagyon-nagyon-nagyon tetszik. Úgyhogy, ja, igazából ennyi lenne ez az egész, amit behoztak, de mégis annyira... Igazából ez nem sok, de valószínűleg a mögöttes tartalom, hogy meddig tartanak nekem megcsinálni, azt még nem tudom, de biztos, hogy dolgoztak vele. De annyira ez ilyen quality of life, tehát hogy az életminőséghez annyit ad, és annyira egy
egy tökre jó feelinget kölcsönöz így a lovadnak. De ugye nyilván itt a farmon lévő lovatoknak nem fogja átváltoztatni az egészet, és a breedingen keresztül sem lesznek a lovaknak, lesz a lovaknak fonott farka, tehát hogy láthatjátok, hogy azt hiszem, igen, tehát hogy a saját lovaimnak sem, szóval ez nem fog semmit sem befolyásolni, ez nem egy új farokként fog bekerülni, hanem ez egy design lesz, amit úgy szeretnének majd valószínűleg a jövőben implementálni, hogy egy új beauty shopot, így kifejezetten lovaknak ilyen beauty shopot akarnak készíteni, ami amúgy van is, vagyis hát, hogy volt is a régi Alíciában. Ha elmegyek mondjuk a townra, akkor meg tudom mutatni nektek. Tehát itt a townon belül régebben, na, nem tudok felugrani. Volt egy beauty shop, ami pontosan nem ez. Nem is ez. Horse gear. Vagy nem is tudom, hogy benne volt, de valami ehhez hasonló. Vagy lehet, hogy a horse gear-en keresztül volt benne. Nem, itt van, jól emlékeztem, itt van. Tehát egy ilyen horse beauty, tehát hogy eredetileg ez benne volt a játékban. Ahol a lovadat tudtad kosztumizálni, mindenféle cuccot ráadni. És ebbe szeretnék majd ezt visszahozni, és ezen felül, hogy befonatod a lovat farkát, meg lehetséges a jövőben a sörényét is, amit nagyon adnék, fogsz tudni őre adni majd mindenféle masnit, a színét is meg tudod változtatni majd ennek a kis guminak, meg a masninak, amit a lovad farkába, meg sörényébe, ha bele tudsz tenni, iszonyatosan jó lesz, és már nagyon-nagyon várom, hogy ezzel mit fognak kezdeni. Úgyhogy ja, hogyha valaki esetleg még nem látta volna, akkor mindenképpen nézzétek meg, mert szerintem ez iszonyatosan cuki és baromi jó. Legalábbis számomra ez nagyon-nagyon bejön. És alig várom, hogy ilyen farkakkal, ilyen befont farkakkal tudjak versenyezni a többiekkel. Amit nem tudok, hogy a versenyszövegben is látod-e, hogyha a többieknek be van-e fonva, amit mindjárt megnézek egy olyan szobába, ahol már mennek. Na, akarok versenyezni jelenleg. És nem, itt nem látok senkit, akinek olyan lenne, mindjárt megnézek egy másikat. Lehet, hogy ez csak kliens side dolog. Tehát ami azt jelenti, hogy csak te látod. Nem, a másét is látod, hogyha valaki fonott farokkal megy. Na, ez nagyon szuper, úristen, ezt nagyon imádom. Ott az Octiornak. Neki is fonott a lovának a farka. Szóval ez nagyon jó, nagyon tuti. Imádom. Úgyhogy ja. Hogyha vissza szeretnétek kapni a normális, átlagos farkat, mert mondjuk már nem szeretnétek, hogy fonott legyen, akkor ugyanúgy simán perjel, tél, ranch chatbe, kifejezetten a ranch chatbe, nem a globál, nem a guild, a ranch chatbe kell. Oda beírjátok, és megint itt kírja, hogy átváltotta a standard, a default, jaj, lófarokra, és csak annyit kell tennetek, csuklok, egyszerű, hogy átmentek egy másik ranchot, vagy kibeléptek a játékba, mind a kettő működik. Úgyhogy ja, látjátok, hogy visszakapta a szantig vagy gyönyörű hullámos farkát. Úgyhogy, ja, igazából tényleg ennyi lett volna ez a videó. És ha nem tudom, hogyha szeretnétek még ilyen rövidebb videókat látni, amiben konkrétan csak a frissítésről, hogy milyen újdonságokat raktok be. Tudom, hogy bent van a szárny variációk, tudom, hogy bent van a haj színeknek az átváltoztatása, de nem gondoltam volna, hogy csinálnom kéne róla a videót, mert elég kis dolgok voltak idézőjelesen, és nem tudom, de ha szeretnétek, akkor szívesen csinálok róla, mert ezek nagyon könnyen megszerkeszthetőek, könnyen, hamar fel van véve. Írjátok le a kommentbe, hogy mit szóltok, hogyha ilyeneket készítek. Szóval, köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, ha tetszett, lájkolt, ha nem kattintottál fel, még azt is megteheted, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!